28. alkalommal rendezik meg Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatát, a tavaszi emlékhadjáratot 2016. március 26-a és május 22-e között. A történelmi időutazás során a hagyományőrzők az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat helyszíneit járják végig az anyaországban és a Felvidéken egyaránt. Az első emlékhadjáratot 1989-ben szervezték, azóta már több mint 500 hagyományőrző egyesület és társadalmi szervezet vesz részt a programokban. A rendezvénysorozat április 5-én délután Dányba érkezett, ahol a hadjárat csapatai a dányi ifjúsági fúvószenekar kíséretében vonultak fel a településen. Dány lakóinak nevében Gódor Lajosné, a község polgármestere köszöntötte a csapatokat. Hagyományőrző és történelmi egyesületek a 2016. április 4-i dicsőséges tápióbicskei csatából indultak tovább a Tápió mentén, Kóka Dány érintésével, hogy eljussanak április 6-ára Isaszegre, ahol ismét győztes csatát nyerjenek az osztrákok ellen. Az időjárás most nagyon kegyes a hadjárat résztvevőihez. Szép tavaszi napon a fárasztó menetelés is kellemesebb, mint a hideg esős időbe. 1849. április 6-án a győztes isaszegi csata nagypénteken volt. Az akkor élt isaszegi lakosok nagypénteki fohászaikkal segítették a magyar huszárokat, hogy győzelemre vigyék a csatát, az osztrák haderővel szembe, ami hál' Istennek így történt. A magyarok főhadiszállása Dányba volt. Innen figyelték és irányították az ütközet eseményeit, és innen adták hírül mindenkinek, hogy az isaszegi csatát megnyerték a magyarok. Kedves gyerekek, azt a várakozást, ami itt körülbelül 20 perce ment, ez csak is a huszárnak szólt. Ti a lovas huszárt látjátok. Én most arra kérlek benneteket, hogy majd utánam szóló elnök úr, Görgei Társaság elnöke, történelmi indok és esemény felsorolásával elmondja nektek is, kik azok, akiket én külön köszöntök. Köszöntöm azokat a jelenlévő huszárokat, akik vállalják, hogy egy hétre emlékeztetnek az 1849-es tavaszi hadjárat eseményeire. Kerékgyártó László, a Görgei kör elnöke történelmi áttekintést adott az 1849-es hadjárat eseményeiről, ezt követően pedig a dányi Széchenyi István általános iskola tanulóinak műsora elevenítette fel a kor fontos magyar történéseit. A király őfelsége hozzájárult egy független magyar kormány megalakulásához. Yeah! Yeah! Újzik hozzájárult a jobbágyok felszabadításához. Éjjel! Ő felsége továbbá engedélyezi a magyar honvéd alakulatok létrejöttét. Éjjel! Éjjel!
Megütik a dobot, város közepibe, felteszik a zászlót torony tetejére. Sok magyar legénynek most el kell indulni, sok magyar menyecskét özvegyen kell hagyni. A szép szabadságért, a szép magyar hazáért, háromszínű zászló oltalmazásáért. Uraim! Uraim! A haza veszélyben van! Rendkívüli órában, rendkívüli döntések meghozatalára kérem önöket! Szükségeltetik 200 000 fegyveres felállítása a hazavédelmére és annak pénzügyi támogatása. Megadjuk, megadjuk, megszavazzuk! Éljen Kossuth, éljen a szabadság! A köszöntőket követően a dániak borral és pogácsával vendégelték meg az emlékhadjárat hagyományőrzőit. Április 6-án, a szabadságharc sorsfordító csatájának emléknapján a tavaszi hadjárat egyik legfontosabb helyszínére, Isaszegre érkeztek a csapatok. A város több napon át több helyszínen megtartott programokkal, koncertekkel, történelmi előadásokkal, díszfelvonulással, ünnepi műsorokkal, koszorúzással, fáklyás felvonulással és katonai parádékkal emlékezett az eseményre. A rendezvény kiemelt része a több száz lovas, gyalogos és népi hagyományőrző részvételével megtartott katonai díszszemle és csataimitáció a Szoborhegy lábánál. Az isaszegi csata a tavaszi hadjárat első szakaszának döntő ütközete volt. A tét mind a két hadsereg számára nagy volt, hiszen a település fontos stratégiai helyszínt jelentett. Ha a magyarok győznek, a császári királyi hadseregnek Budára vagy Vácra kell visszavonulnia, s ezzel befejeződik a Duna-Tisza köze felszabadítása. Ha azonban a császári királyi hadseregre mosolyog a hadiszerencse, a magyar fél kénytelen visszavonulni, s biztonsággal csak a Tisza vonalán szilárdíthatja meg helyzetét. Végül a magyar katonák kitartásának, hősies helytállásának és áldozatvállalásának köszönhetően a 47.500 fős fiatal magyar honvédsereg Isaszegnél fényes diadalt aratott az 55.000-es létszámú császári királyi haderő fölött. A győztes isaszegi csata után április 7-én az emlékhadjárat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején országos történelmi események helyszínévé vált Gödöllőre érkezett. Idén is nagy szeretettel köszöntöm Önöket Gödöllőváros önkormányzata nevében. A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére immár 28. alkalommal megszervezett, és Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvény sorozatának gödöllői állomásán. Ezek a köszönő és köszöntő szavak minden évben elhangzanak, és már-már elcsépelt is válhatnak. Gondolnánk.
De belegondolunk-e abba, hogy most a 21. században még mindig van egy maréknyi, mondhatni őrült ember, akik évről évre itt vannak, megszervezik és megemlékeznek hazánk egyik legnagyobb nemzeti összefogásán nyugvó sikeréről. Minden áprilisban pénzt és energiát nem kímélve itt vannak és szervezik ezt az emlékhadjáratot. Mi mozgat benneteket, Tibor? Honnan az energia és honnan ez a rengeteg alázat? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon magyarságunkra emlékezünk. A mai napon és az év bármely napján emlékezhetünk magyarságunkra, hála sok ember áldozatának. A történelem hőseinek, hogy küzdöttek hazánkért, és a mai hősöknek, akik a világ konvencióival szembe évről évre megszervezik a tavaszi emlékhadjáratot. Így mondhatjuk, hogy a hagyományőrzők a szabadságharcosok valódi örökösei, hisz segítenek, hogy ne felejtsünk, mert nem felejthetünk. Az ünnepségen a harcok gödöllői vonatkozásairól Kerékgyártó László, a Görgei kör elnöke beszélt. Itt volt az osztrák főhadiszállás Windischgrätzel, és utána 7-én haditanács, hogyan tovább? Ez volt a kérdés. És Kossuth Lajos egyébként itt kínálta meg Görgei Artúrt a tegezéssel, ennek az épületnek az első emeletén, a 16 évvel idősebb Kossuth. Kossuth egyből Pestnek akart menni egy alsztámadással, minél előbb elfoglalni Pestet. A tábornoki kar nagyon gyorsan meggyőzte Kossuth Lajost, hogy szó sincs róla, Pest fontos, Komárom fontosabb. Ha Pestet elfoglaljuk, nyilván nem ismert véráldozattal, még mindig hátra van egy munkánk, Komárom ostromzárát feloldani. Ellenben, ha Komáromot felmentjük, akkor ki fogják üríteni az osztrákok Pestet, mert a legközelebbi utánpótlási vonal Bécs és Buda között, azon az útvonalon, azon az utánpótlási vonalon volt Komárom, ezt nem engedhették meg maguknak. Tehát így történt. És akkor Aulik kapta azt a feladatot, hogy Gödöllő és Pest között 10 napon keresztül gondolják el, elhitette, olyan mozdulatokat tett 12 ezer emberrel, hogy két osztrák hadtestet, közel 40 ezer embert lekötött. A Gödöllői kastély 1849. április 6-a után Kossuth Lajosnak és tábornokainak főhadiszállása lett. Kossuth itt vetette föl először a Habsburg-ház trónfosztásának tervét, itt fogalmazta meg a függetlenségi nyilatkozatot, melyet április 14-én fogadott el a Debreceni Országgyűlés. Megköszönte Gödöllő városnak a csapatok fogadását a tavaszi emlékhadjárat rendezvényigazgatója Fülöp Tibor Zoltán. Alpolgármester úr, kedves gödöllőiek, szeretném megköszönni a mindig kedves fogadtatást, immáron 28. alkalommal, és szeretnék átadni egy ajándékot. Mondhatnám azt, hogy tavaly készítettünk egy csoportképet, amit általában a többi településen elmondtam, de tavaly nem készítettünk csoportképet. Hoztam viszont egy keretet, amiben nem volt semmi. Most viszont tettünk bele olyan képeket, amelyek Gödöllőn készültek korábban. Ugye ez nem volt gond, mert nagyon sok szép kép készült. Inkább az volt a gond, hogy miket válogassunk be. Azt szeretném kérni, ha arra egy mód van, hogy a Városháza falán helyezzék el egy arra alkalmas helyen, de úgy, hogy legyen hely a többinek is, mert minden évben szeretnénk egy ilyen képet átadni. Köszönjük. És még egyszer köszönök mindent. Az ünnepi műsorban közreműködött Balázs Ádám, az Aszódi Petőfi Sándor gimnázium tanulója, aki Arany János, Fellázadtunk-e mi magyarok című vers részletét szavalta el. Pervai László, a Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákja, katonanótákból összeállított népdalcsokorral, valamint a Gödöllői Chopin Zeneiskola fúvós zenekara Fodor László vezényletével. Thank you.
Az ünnepség a városi temetőben folytatódott a 48-as emlékműnél. Az emlékezés koszorúit Gödöllő város nevében Pece Dániel alpolgármester a 28. tavaszi emlékhadjárat szervezőinek képviseletében Fülöp Tibor Zoltán főszervező és a történelmi Vitézi Rend nevében Vitéz Bárány István helyezte el az emlékműnél. Az emlékhadjárat útvonala összesen 35 településen halad át. A csapatok Gödöllőről Vác felé indultak tovább, érintve Szadát, ahol a helyi Székely Bertalan általános iskola diákjai és a nagyközség polgármestere fogadta őket. Tisztelettel köszöntelek titeket Szada nagyközség területén, Szada nagyközség lakossága, képviselőtestülete nevében. Öröm számomra látni azt, hogy az 1848-as hagyományokat híven őrzitek, és végigviszitek a tavaszi hadjáratot a valamikori hadjárat útjain. Én azt hiszem, tartozunk ennyivel magyarságunknak, 1848 emlékének. Gratulálok, és köszönöm, és minden évben szeretettel várunk. A köszöntő és a csoportkép átadása után a hadjáratosokat tábori ebéddel vendégelték meg a Gödöllői Művészetek Háza munkatársai. Innen a hagyományőrző csapatok a jól kitaposott ösvényen haladtak tovább, hogy a hátralévő történelmi helyszíneken is újrajátsszák az 1848-49-es szabadságharc győzelmekben kiemelkedő tavaszi hadjáratának egy-egy emlékezetes epizódját.